Az elmúlt időszakban drasztikusan emelkedtek a tojásárak. Nyáron akár 35 forint körül is hozzá lehetett jutni egy tojáshoz, december elején viszont majdnem a duplájába került. A kereslet nőtt a hazai termelők tojásai iránt, azonban a kereskedők nem tudtak ezzel lépést tartani. A probléma gyökere a tavalyi madárinfluenza és az idei rovarirtós botrány volt. Ez okozta a tojás rekordárát. Két héttel ezelőtt volt a csúcsár, akkor az XL-es méret olyan 67 forint körül volt. Nagyon jelentősen megnövekedett a forgalom. Olyan volt, mintha pánikoltak volna a vásárlók, hogy felvásárolnak, mert hogy nehogy drágább legyen. Most csökkent a héten, nagyon nagy a forgalom, saját termelésű árunk van, ezért a főnök úgy gondolta, hogy most csökkent a héten az ünnepek alkalmából. Ez a csökkenés méretenként 2-3 forintot jelent, ami nem túl nagy változás a korábbi emelkedéshez képest. Karácsonykor a legtöbb menüsor olyan ételekből áll, amihez nagyobb mennyiségű tojásra is szükség lehet. Ez esetben már jelentősebb összeg maradhat a vásárlók zsebében, de sokan még így is túl magasnak találják az árakat. 30 darab tojást vásároltam pillanatnyilag, bár odahaza van még tojásom, de a karácsony és a karácsonyi utáni ünnepek alatt azért bőven lesz tojásfogyasztás. Hogy mit fogok belőle sütni, illetve főzni, hát az, ahogy a szokáshoz szokott lenni, bejlitől kezdve a bobájkáig, a hát mindenfajta más ilyen tojásos ételekig, így még konkrétan még nem tudom, de az a lényeg, hogy legyen. Gyerekeimnek is szoktam belőle ugye ajándékozni, mert azért elég borsos az ára, meg kell őszintén mondani. Nem is értjük miért igazán, de hát ez van, úgyhogy mindenféleképpen amire szükséges, azt az ember így csak megoldja, csak megveszi. Az előrejelzések szerint ez a csökkenés csak átmeneti. A szakemberek szerint pár hónap múlva akár a 70-80 forintot is elérheti a tojás darabára.